Egy nagy zsák hulladék érkezett a Szigligeti utcai óvoda Őzike csoportjába, amiket a gyerekek az óvónéniük segítségével válogattak szét. Kidobtuk őket a kukába. Egyet, nem egy kukába dobtátok az összeset? Nem. Ha nem? Az üveget az üveg kukába, a papírt a papír kukába, az műanyagot a műanyag kukába. Ezután a nagycsoportosok egy környezetvédelemről szóló kisfilmet néztek meg, amelyben a zöld manó szólt hozzájuk. Mennyire fontos a levegő, a víz és az élőhelyek védelme. A foglalkozás végén a gyerekek papírgurigákból távcsöveket készítettek, amelyeket saját ötleteik alapján díszíthettek. Arra törekszünk még, hogy ugye újrahasznosítani is lehet a hulladékokat, és ezt is láthattuk. Az újrahasznosító gép segítsége vagy a motiváció meglegyen a gyermekeknek, és akkor ugye kreativitásuk fejlődni tudjon. Mi segítünk ezt elindítani, hogy aztán később ők is tudjanak újrahasznosítani az hulladékokból. Élőhelyük védelmére nem csak ebben a csoportban figyelnek a gyermekek. A Szigligeti utcai és Kazinci lakótelepi óvoda teljes pedagógiai programjára jellemző a környezettudatos szemléletmód, amellyel 2020-ban a Zöld óvoda címet is elnyerte. A környezettudatosság még megjelenik például a kicsiknél is, meg nálunk is, hogy nem pazaroljuk a vizet, hogy kicsit megnyissuk a csapot, és ha már nem használjuk, akkor elzárjuk a csapokat, és még ami ugye zöld óvoda vagyunk, zöldítő munkacsoport programokat szokott szervezni a gyermekeknek, amivel megismerik a környezetet és a természetet. Ezen kívül még Bagyucska tehetségműhely is működik az óvodánkban, ahol szintén ilyen környezettudatosságra neveljük a gyermekeket, energiatakarékossággal is fog. Ugye a papírtéglák az itteni hulladékból, illetve a szülők által behozott hulladékokból készültek, felszeletelésre kerültek, aztán beáztatásra is, téglanyomóval ugye a nyár folyamán készítették el ezt a gyerekek. Ez egy nagyon jó móka volt az udvarosunk segítségével. A környezettudatos szemléletmód már az óvoda épületébe lépve látszik, hiszen a bejáratnál egy újrahasznosított anyagokból készült házikót helyeztek el. A gyerekek több helyen találkozhatnak szelektív hulladékgyűjtő helyekkel, és a PET-palackok gyűjtéséhez zsugorító készüléket is használnak. Az óvodapedagógusok könnyen be tudták illeszteni nevelési programjukba a Klímatudatosság erősítése Békés Csabán című projekt gyermekeknek szánt anyagát. Nagyon örültünk a felkérésnek, szívesen alkalmaztuk ebben az óvodában, illetve a Kazinci óvodában is, hogy ez a csoport, amit most láttunk, ugye ez egy nagy csoportunk, úgyhogy ők már mélyebben el tudták sajátítani azokat az ismereteket, amikkel meglettek szólítva a gyermekek a kis videófilmben, de nem most találkoztak ezzel először, hiszen az egész évünk a Szigligeti óvodában tulajdonképpen az ökojeles napok köré csoportosul, úgyhogy a gyerekek például a következő héten, a jövő héten a hulladékcsökkentés való törekvéssel fognak foglalkozni, illetve hát minden ökó jeles naphoz óvodai szinten is igyekszünk hozzátenni nagyobb volumenű programokat, de a témahetek a csoportokban is feldolgozásra kerülnek. Úgyhogy igazából tehetségműhelyet működtetünk, ami szintén ennek a környezettudatos szemléletformálásra irányul két csoporttal, 6-8 fővel. Az óvoda udvarán tulajdonképpen kialakításra kerültek például magaságyások. Minden csoportnak van külön magaságyása, ugye ebben gondozzák a maguk kis növényeit, amit tavasszal elültetnek. Azt ugye a nyár folyamán, illetve ősszel leszületelik, és el is fogyasztjuk jó ízűen. A tanúszoba mögött pedig egy viszonylag nagyobb terünk van, ahol szeder, illetve málna ültetvény van. Úgyhogy ezt már ebben az évben tudtunk születelni belőle, úgyhogy a következő évben bízunk benne, hogy már akkora mennyiség lesz, hogy esetleg tartósításra is alkalmas lesz, és ezzel is egy kicsit a gyerekeknek be tudjuk mutatni azt, hogy milyen fontos a növények gondozása, termesztése. Illetve hát rengeteg az állatvédelem, például mint állatbarát óvoda, Sünodunak a kihelyezése, Bogár Hotel, akkor elől az óvoda előtt ugye egy gyalogösvény, nevezük gyalogösvénynek, de tulajdonképpen egy fűszernövénykert. Ott is ugye ismerkedünk magával a növényekkel, a felhasználhatóságukkal, azzal, hogy mennyire fontos, hogy mindezt otthon termeljük.
emeljük meg, akinek persze lehetősége van rá, és nagyon figyelünk arra is, hogy mivel ez egy lakótelepi környezet, hogy a balkonládákban mindezt hogy tudjuk megtermelni, hogy tudjuk kis területen azokat a gazdag ízeket biztosítani, ami esetleg egy kertben is megvalósulhat. A Szigligeti utcai és Kazinci lakótelepi óvoda környezettudatos tevékenységeibe a szülőket is bevonják, ezáltal az ő szemléletüket is igyekeznek formálni.